Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp július 21-ére és 22-ére, tehát két napra szól, hiszen az energia nagyon hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De vannak más jógák is, mint például az ujjainknak a jógája. És erre szeretnék mutatni egy gyakorlatot. Ennek az új jógának van egy tisztító ereje. Azon kívül van gyógyító hatás epe vagy máj betegségeknél. Mindkét kézre szükségünk van, fordítsd meg, és a hüvelyk ujjadat ide nyomd a kis ujjadnak a gyökerére. Igen, itt van ez a Merkur új, tehát a kis új az Merkur bolygó hatása alatt, és itt alul van ez a dombocska, ez a Merkur domb. A hüvelyk ujjunk az a Mars bolygónak az energiája, tehát adja az élet erőt. Ami a kis ujjunkat illeti, ezt a Merkur ujjat, ez jelenti a gyermekkorunkat is. Tehát itt megnyomhatod ezt a Merkur dombocskát, és utána kicsit engedd el, és így lélegezz be. Mélyen belélegezni, és kilélegezni. Tehát így van ez az impulzus itt az ujjak között, és ennek van ez a tisztító és gyógyító hatása. A hold az a Páráni holdházban van, ez utal változásokra, utal egy új irányra, utal egy új kezdetre. Itt a napokban fontos döntésekről van szó. A férfiak kimutatják az érzelmeiket, de lehet, hogy a napokban eltúloznak valamit. Mars bolygó és Vénusz bolygó olyan távolságban áll egymástól, hogy ez jól hat ki a szerelmi élet területére. Itt meg lesz a könnyűség, a játszadozás, a változások, a férfiak kimutatják az érzelmeiket, de a napokban fontos beszélgetést tartani nem előnyös, hiszen a napokban nem lehet könnyen tisztázni valamit. Egy szerződésnek az aláírása előnytelen lehet. 22-én a hold eléri Ráhut a felfele mozgó kármikus csomót. Itt lesz egy irány, új lehetőségek, változások. De ne felejtsük el azt, hogy a férfiak hajlamosak arra, hogy a napokban eltúlozzanak valamit, különösen, ha érzelmekről van szó. És mi hölgyek szeretnénk valamit tisztázni, de inkább hallgassunk, mert a kommunikáció az jelenleg nem előnyös, a párkapcsolatot illetően sem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!